Beválasztották az Európai Vívó Szövetség végrehajtó bizottságába Bockó Gábort, világbajnok párbajtőrözőnk, aki csapatban bronzérmes lett Rióban, jelenleg a hazai szövetség marketing és PR igazgatója és a magyar válogatott csapatvezetője a Tbilisiben zajló Vívó Európa bajnokságon, és most Skype-on értük utol. Szia Gábor, hallasz minket? Igen, jó reggelt! Jó reggelt, hát én azt hiszem, hogy ez egy hatalmas siker, és pont ezzel kezdődött ez az Európa-bajnokság, megelőzted még a versenyzőket, úgyhogy hogyan értékelted, és egyáltalán hogyan jutott az eszedbe, hogy erre jelentkezzél? Ugye sokat olvasok arról, hogy azért még az edzés is ott van a tervek között, közben edzősködsz már, aztán ugye most itt a csapatvezetés, hogyan fér ennyi minden, és hát tulajdonképpen ezzel mi a terved? Mindenképpen szerettük volna a szövetségen keresztül erősíteni a politikánkat, hogy minél több ilyen komoly szervezetbe bekerüljünk, és újra a sportdiplomáciát megerősítsük a Magyar Vívó Szövetségbe, és újra erősítőt legyünk. És pont én voltam a junior világbajnokságon Plovdivban, mint csapatvezető, és akkor ott beszélgettünk erről, hogy meg kéne pályázni ezt a lehetőséget, hogy ugye tisztújítás van, és a következő 4 évre egy olyan ember kéne, aki így nemzetközileg elismert, és akkor az elnök úr bevetette az én nevemet, amúgy ilyen ő ezt támogatta. Én azt mondtam, hogy ha ilyen bizalmat kapok, akkor élnem kell vele, és akkor megpróbáltuk ezt az egészet. Beszéltünk az Európai Vívó Szövetség elnöke, a Stanislav Poznakovval, akivel hogy nem együtt vívtunk, és egy időszakban, hogy ismertük egymást, jó ötletnek tartotta, támogatta, és akkor így megméretettem magam, és negyedikként bejutottam a bizottságba, aminek nagyon örülök, és nagyon megtisztelő, mert elég komoly emberek vannak benne a bizottságban, és remélem tudok segíteni a magyar vívásnak, és a magyar csapatnak ugyanúgy. Mi a feladatod itt? Mit kell csinálni? Tehát mit takar végül is ez? Hát igazából a végrehajtó bizottság az Magyarországon az elnökségnek felel meg, minden döntést az a bizottság hoz meg, minden ezen a bizottságon keresztül megy versenyhelyszín rendezéstől szabályalkotásaig, gyakorlatilag minden, és ez az a legfontosabb bizottság az egésznek igazából. Onnantól, hogy csak ide van választás, és minden többi bizottságban szabályalkotó, versenyrendező, bizottság, edző és többi, ez a bizottság jelöli ki az embereket. Szóval ide van tényleg megválasztás. 41 Európai Vívó Szövetség elnöke szavazott ezekre a tagokra, és ezek a tagok választják meg a többi albizottságoknak az emberek. Mennyire igényli ez a személyes jelenlétet? Tehát, hogy ott legyen az Európai Szövetségben. Hát minden európai eseményen, kadett junior Európa bajnokságon egy-két versenyen jelen kell lenni, de nem napi szinten kell ezzel foglalkozni. Igazából egy e-mailen való konzultáció fog történni, és lesz egy-két konferencia, most szeptemberben lesz az első konferenciánk Moszkvában, és innentől gyakorlatilag e-mailen megy a beszélgetés, szavaztatás, hasonló dolgok. Térjünk is egy kicsit az Európa-bajnokságra, ahol most csapatvezetőként szerepelsz. Hát ugye te megélted már ezt, hogy mit vársz el mondjuk egy csapatvezetőtől. Gondolom ez nagyon sokat segít abban, hogy most jó szolgálatára legyél a versenyzőknek. Igen, hát mint 20 év eltöltött, 20 év után tudom nagyon, hogy a versenyzőknek mire van szüksége ahhoz, hogy nyugodtan és minden kényelmi szempontot biztosítva a vívás ajánlpáston tudjanak vívni. Ennek most szeretnék eleget tenni, és tényleg az van, hogy mindenben a segítségre lenni a versenyzőknek. Remélem tényleg az van, hogy minden adott ahhoz, hogy eredményesek legyenek. Ez egy sablon munka? Tehát pontosan tudod, hogy mit kell csinálni, vagy azért neked voltak olyan élményeid, ami miatt most tudod, hogy valamit másképp szeretnél? Már sok mindenben változtattam, ez már nem csak a mostani felnőtt Európa-bajnokságon, hanem az utánpótlás Európa-bajnokságon és világbajnokságon volt. Ezek apró dolgok, meg az aznapi úgymond problémák megoldása is kell hozzá, transfertől, szállástól, reggeli intézésig, mert hogyha korán mennek ki a csapatok, vagy esti,
étkezés biztosítástól elkezdve, kinn a versenyhelyszínen egy felszerelés biztosítása, vagy egy konzultáció az a versenyrendezőkkel, szóval sok minden. Például mondjuk egy olyan apróság, hogy a Pusztai Liza a csapat Európa bajnoki bronzérmet kapta, és ki kellett cseréltetni, mert az egyénit el kellett intézni, hogy hozza vissza, és az egyénit kapja meg. Szóval ilyen mindig van valami egy adott nap. Hát ő szerezte egyébként az első érmet is. Hogyan fogadta ezt a csapat? Mennyire dobta fel a hangulatot, hiszen azért ez egy sikeres kezdés, egy nem várt siker ráadásul. Igen, hát azért azt tegyük hozzá, hogy Liza mind a három korosztályban idén megméretette magát Európa-bajnokságokon, és mindig nyert érmet, ugye kadettban aranyérmet nyert, juniorban ezüstérmet nyert, most felnőttben bronzérmet nyert, úgyhogy most a világbajnokságon az ezüstérem hiányzik neki, mert kadettban megnyerte, juniorban a harmadik lett, úgyhogy jön a felnőtt világbajnokság, ott ezüstöt kell lenni, és akkor teljes lesz a érempaletta. Úgyhogy, de abszolút meglepetés, hát 16 éves kislányról beszélünk, aki óriási tehetség, és felnőtteket megviccelve lagyogó vívással jutott el az elődöntőig. Ővé a jövő, jövőre még mindig kadett, ugye még a 17 éves korosztályban fog vívni, úgyhogy óriási lehetőségek perspektíva van benne. És hogyan látod, hogy végülis a te sportágadat, a férfi párbajtőrözőket, ők hogyan haladnak majd, és mennyire alakul át a csapat, ugye több fiatal is bekerült most már? Igen, két újonc került, a Imre Géza és az én helyemre most a csapatba. Hát nekik még elég nehéz a beilleszkedés, ugye Siklós Sikergő még junior, Bányai Zsombor első éves felnőtt. Nekik meg kell szokni azt, hogy a junior és a felnőtt között óriási különbség van, és nagyon kemény a középmezőny, amin át kell rágniuk magukat ahhoz, hogy oda esetleg a nyolc közé, vagy az érem közelébe tudjanak kerülni. Ez még nekik nagyon nehéz ezt megugorni, ezt a különbséget. Érezhető volt az, hogy az első felnőtt komoly világesemény volt nekik, és kicsit visszafogottan, enerváltan vívtak, de ezt megbeszéltük, átbeszéltük, tanulnak belőle. Csapatom remélem már kicsit magabiztosabbak és lazábbak lesznek, és a világbajnokságon már kicsit jobb helyezést érnek el. Azért egészen picit tekintsünk távolabb. Ugye 2020-as Tokiói olimpián hatalmas változás lesz a ti életetekben, hiszen 10 helyett 12 versenyszámban osztanak majd érmeket. Mennyire változtatja ez meg a munkát? Ugye eddig mindig volt egy olyan csapatverseny, ami kimaradt az olimpiáról, de hát hála Istennek ez most akkor megoldódott, mindenki ott lehet. Hát ez teljesen át kell struktúrálni az egész három éves munkát, a kvalifikációra minden, hogy ugye visszalépett ugye a férfitő és a női párbajtőr. Most már nincs ez az álmofutás, ez a rotáció, ez ami tönkretett emberek pályafutását gyakorlatilag, mert amikor csak egyéni verseny volt, akkor országonként volt az, hogy csak kettő indulhatott az olimpián egyénibe, és például volt olyan, hogy a hetedik a világon, és nem jutott ki, mert az egyes, hármas az adott országból való volt, és így igazából kiesett négy év, és készültett a következő csapat kvalifikációra, de ez nekünk óriási esély, százszemesének újra van esélye az, hogy csapatban is ki tudjon jutni, ez valamilyen kicsit könnyebb, mint az egyéni kvalifikáció, de férfi törben nagyon bérmes reményeink nincsenek, hogy ki fogunk jutni, sajnos az a gyengébb száma a magyar vívásnak, de tényleg az van, és nem kell azon izgulni, hogy most ki fog kimaradni, vagy hogy fog kimaradni. Például nekünk 2012-ben, amikor 5 éven keresztül Európa-bajnokságon, világbajnokságon nyertük az érmeket, ugye London kimaradt, és a helyette rendezett VB-n harmadikak lettünk, úgymond majd nem egy érmet buktunk el emiatt, vagy mondhatja ezt ugyanígy a kalcsapat tavaly, aki ez is térmes lett a világbajnokságon, amit az olimpia helyett rendeztek, szóval ez kicsit keserű az emberek szájízettől, hogy nem lehetett ott az olimpián. De most a távlati tervekben már ott van, tehát minden megoldódhat. Gábor, nagyon szépen köszönöm, és hát természetesen a mai napra is sok sikert kívánok nektek. Köszönjük szépen!